A szeúzó kincsek mellett a megyéből származó kincsek is megtekinthetőek lesznek a József András Múzeumban. Ezeket a megye területén még nem mutatták be, ugyanis felfedezésük után rögtön a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti gyűjteményébe kerültek. Most Nyíregyházán is megtekinthetőek ezek a kincsek. Szeretnénk megmutatni, hogy a Barbarikum területén is milyen ötvös munkák szerepeltek ugyanebből az időszakból. Tehát ez a hunkor, a hunkornak a velejárója, szarmaták, germánok, keleti germánokról van szó, és innen a megye területéről, elsősorban Bereg megyéből és Szatmár megyéből előkerült sírleletek, és ugyanúgy kincsek, és azt bizonyítják, hogy itt a kereskedelmi kapcsolat azért elég élénk volt a Római Birodalom és a Barbarikum között, ugyanis római kori pénzek, római kori érmeknek a feldolgozása is megtörtént a Barbarikum területén. A múzeum minden hónapban egy vagy több kiemelt tárgyat is bemutat a látogatóknak. Márciusban 4 tárgyat emeltek ki, amelyet 3 egységben mutatnak be. A néprajzi gyűjteményből a nyíregyházi kerékgyártó és Szűcs C-be hívó tábláját és kulacsát emelték ki, míg a történeti gyűjteményből egy nyíregyháza betelepítésével kapcsolatos behívó levél lett a kiemelt tárgy. A régészeti gyűjteményből pedig a szeúzó kincsel kapcsolatban egy korabeli tárgyat mutatunk be, egy aranyozott ezüst fibula pár, amely a népvándorláskorban volt használatos, és Nyíregyháza területén került elő sírokból. A múzeumnak együttműködési megállapodása van a Rotary Klubbal, így rendszeresen szerveznek közös programokat is. Most a húsvét kapcsán hívják versenyre Nyíregyháza általános iskoláit. Már több éven keresztül a múzeummal együtt csináljuk ezt a műsort, ezt a vetélkedőt, ahol 15 csapat, több iskola részvevője vegyes csapatokban indul és versenyez együtt, és nagyon jó díjakat nyer a szponzorok jóvoltából, többek között állatparklátogatás, Műlősi házi koncert, egy nagy részvénytársaság ajándékcsomagjai, a vendéglátás is egy másik részvénytársaságé. 4 nyíregyházi iskola fogadta el a meghívást. A vetélkedő hosszú előkészítést igényelt, különösen most, hogy a szeúzó kincsek is a múzeumba érkeztek. Ezeket március 27-től április 15-ig tekinthetik meg a látogatók előzetes időpontfoglalás után. Eddig 11 000-en regisztráltak a különleges tárlatra.